Orbán Viktor néhány napja a lapnak azt mondta, hogy a Jobbik veszélyt jelent a demokráciára, megsérti az emberi jogokat, vagyis a miniszterelnök mégis határozottan állást foglalt a párttal szemben, mondta Ronald Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke. Pontosan így van, és még egy fontos mondat, amit nagyon ki kell emelnünk az interjúból. Azt mondta a miniszterelnök úr, hogy nem fog semmiféle koalíciót kötni a Jobbikkal, nem fog együttműködni a Jobbikkal, és nem fog kisebbségi kormányt alakítani. Ez nyilván egy teoretikus dolog itt nézve a közvéleménykutatásokat, de egy világos és egyértelmű álláspont. Nagyon fontos volt, hogy ezt most ön elmondta. Arról is szó van, hogy sajnálják, hogy a Jobbik nem lett a politikai arénából kizárandó pártként megjelölve. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amely nehezen tisztázható. Lehet azt mondani, hogy szeretnénk, ha a Jobbikot betiltanák, csak nagyon nehéz azt elképzelni, hogy lehet ezt megtenni. Nekem vannak elképzeléseim persze, de én nem vagyok egy objektív személy ebben. Én mégis azt gondolom, hogy itt az ideje, figyelemmel az új alkotmányra is, egy új jogi környezet van, hogy a legfőbb ügyészség, aki erre hivatott, megvizsgálja annak a lehetőségét, van-e elég bizonyíték arra, van elég tény arra, hogy pert indítson a Jobbik ellen, és kérje a Jobbiknak a betiltását a bíróságtól. Ha önnek elképzelése van arról, hogy hogy lehetne a Jobbikot betiltani, akkor érvei is vannak amellett, hogy miért kéne? Igen, pontosan mi van. Mi a haszna a Jobbik betiltásának? Társadalmi nyugtalanságot kelt, ma már világosan látszik, hogy az általa hangoztatott nézetek, amelyek rendkívül nagy nyilvánosságot kapnak, mert a parlament falai között hangzanak el, oly módon és oly mértékben rongálják a magyar közéletet, Magyarország jó hírnevét, az itteni politikai légkört, amely azzal fenyeget, hogy végzetesen ketté szakadhat Magyarország, ezt pedig nem lehet megengedni. Tehát önnek az az egyik fő problémája, hogy a parlamenten belül, tehát az úgymond tisztelt házban hangoznak el ordas eszmék képviselők szájából, az viszont ugye megvalósíthatatlan, hogy parlamenten kívüli pártán minősítsenek vissza bármilyen módon egy olyan pártot, amelyet ha vannak demokratikus választások, akkor be is lehet választani a parlamentbe, ezért érvel a teljes betiltás mellett? Én azt gondolom, hogy ez egy komoly lépés lenne, de hangsúlyozom, hogy ezt alapos vizsgálatnak kell megelőznie, hiszen tudjuk, hogy ezzel Németországban is próbálkoztak, és ott sem állta ki végül is a Alkotmánybíróság próbáját ez a döntés. De az biztos, hogy azt megérné ez az ügy, hogy elkezdjen vizsgálódni az ügyészség, aztán hogy mire jutnak, az egy másik kérdés. Amikor azt kértük annak idején a legfőbb ügyészségtől, ugye ebben több lépést tettünk, hogy oszlássák fel a magyar gárdát, akkor az volt az álláspont, hogy hiába hadakozunk, úgyse lehet a magyar gárdát feloszlatni. Végül első, másodfokon, és aztán a legfelsőbb bíróság előtt is nekünk adtak igazat, az ügyészség hallgatott ránk, megkezdte a vizsgálatot, és végül is egy igen kinkeserves és hosszú eljárással, de a magyar gárdát betiltották. Annyit megérne, hogy elkezdjék az eljárást. Ha a német példát említette, akkor az alkotmányossági problémákon túl a gyakorlati hasznosság nem merül-e fel, mint ellenérv egy olyan párt betiltása ellen, amelynek jelenleg 17% körül mozog a támogatottsága, és amely gyakorlati eredményként egy ilyen betiltással potenciálisan mártírságra lenne, nem ítélve, hanem dicsőülve, és olyan eredményt érnének el vele, ami pont az ellenkezője lenne annak, amit szeretnének. Ezt sokszor mondják, mégis Ausztriában a holokauszt tagadókat 8-10 éves börtönre ítélik. Lehet konkrét azt mondani, individuumokat, személyeket. Az egy másik dolog, mint egy pártnak a betiltása. De azt gondolom, hogy egy demokráciában, egy olyan demokráciában, amely egy olyan országban van, ahol megöltek 600 000 magyar állampolgárt, igenis odáig el kell jutni, hogy el kell ezen gondolkodni. Vagy sikerül, vagy nem. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek a
támogatását, aki ezek az ügyekkel foglalkozik, el lehetne érni. Az egy másik kérdés, hogy ez mit jelentene, hiszen egy másik pártot más néven lehetne alapítani, de minden esetre ez igaz, de jelezni azt, hogy a jogrend nem tekinti normális állapotnak azt, hogy itt például embereket származás, vallás, faj szerint akarnának listázni. Önmagában, hogy ez elhangozott a parlamentben, ez nem elfogadható. Nem büszke arra, amilyen reakciót ez a közösségi cselekvés szinterein, az állampolgári civil fellépésben kiváltott? Szemben egy darab vezetőnek a személyi, erkölcsi vagy politikai alapú döntésétől függvén sok ember választ adott erre, amit most ön felhozott. Én nagyon büszke vagyok arra, és nagyon köszönöm a mindannyian együtt Jeruzsálemi Alapítványnak és a Híd gyülekezetének, hogy a Mazsihisz kérésére együtt megszerveztük azt a demonstrációt, és megmutatta a politikai osztályokon túlnyúló összefogás, hogy mit gondolnak a miniszterelnök úr szavaival élve a jó emberek erről a kérdésről. Ez egy nap volt. Hosszú jogi viták előtt állunk, ha ezeket a javaslatainkat befogadják, meg fogjuk látni.